nem középiskolás fokon. Dr. Hanisné Petró Valéria irodalmi műsora. Az őszi pedagógiai szakmai napok keretében az EGRI Pedagógiai Oktatási Központ megbízásából egy bemutató órát láthattak azok, akik elmentek erre az eseményre, méghozzá dr. Hanisné Petró Valéria, szaktanácsadó mesterpedagógus, gyakorlatvezető mentortanár, az EGRI Dobó István Gimnázium magyar népművelés drámaszakos tanára, aki ezt az órát tartotta, és most itt beszélgetünk a stúdióban. Nagyon sok szeretettel köszöntelek, Valika. Én is köszöntelek téged és a kedves hallgatóságot. Ennek a bemutató órának a témája Vion a gazember, a gaz szó zárójelben van, avagy egy ellentmondásos költői életút tanulságai. Én azt gondolom, hogy még ha egy picit én is visszaemlékszem a középiskolai tanulmányaimra a kapcsolatban, valóban egy megosztó ember volt, de lehet, hogy mi még akkor, amikor tanultuk a 90-es évek elején, annyira nem mélyültünk ebben, úgyhogy nagyon kíváncsi vagyok arra, hogy egyáltalán most Vionnak mi hozta az aktualitását. Már 2012-ben készítettem a Nem középiskolás fokon című irodalmi műsorsorozatomban Bionról egy előadást, és azóta is mélyen a szívembe zártam őt, azért, mert egy bűnbánó ember, aki kicsapongó életet élt, mélyen vallásos volt, és akaratán kívül gyilkos lett, és legérdekesebb és legellentmondásosabb verseket írta a saját életéről, részben a Jóistennek, részben az embereknek, tehát egy hatalmas emberi élettapasztalatot érzek én Vion munkásságában. Ezt alá tudom támasztani egy idézettel. Bűnös vagyok, tudom, de Isten nem a halálomat akarja, hanem hogy megtérni segítsen, s éjek a jó úton haladva. Irgalma győzni mégse hagyja a bűnt meg a halált, ha a megbánás kínja marja lelkemet. Isten megbocsát. Most visszautalnék a címre. Vion a gazember nem más, mint nevének ófrancia jelentése, ugyanis a Víjon név gazembert jelent. Nomen est omen. Nagyon tisztelem a tehetségét, a baladaíró képességét, az ember szeretetét, annak ellenére, hogy milyen vizekre kellett, hogy evezzen a sorsa miatt, mert őt valójában megtámadta valaki. Tehát ő egy ígéretes tehetség volt. 7-8 éves korában fogadta őt magához Guillaume de Villon apát, mert rájött arra, hogy mennyire okos ez a fiú. Elképzelhető, hogy rokoni kapcsolatban voltak. A félárva kisgyereket, akinek az apukája nem élt, magához vette ugyanis szokás volt, hogy egy-egy idősebb pap fölnevelt egy ilyen gyermeket, és a gyerek pedig hálából belépett valamelyik rendbe, és pap lett esetleg. És ez a fiú is így indult nagyon sokáig, ami meg nem törte az életét egy eset, pedig az, hogy az egyik templomnak a tövében üldögélt egy pap barátjával és egy hölgyel, oda ment hozzá másik két férfiú, Merdi Mester és Felipe Szermoáz, és azt mondta neki, hogy most végre Vionul megtaláltam és megcsapom, előkapott egy hosszú törte köpenyéből, és belevágott Vion arcába. És valamit még válaszolt, de állítólag szemtelenül válaszolt, de az udvariasság látszatában, ami még jobban felbőszítette az ellenfelét, és azt mondta, hogy nem emlékszem, hogy valamivel megbántottam volna, esetleg leülne, helyet foglalna -e. és ezzel olyan idegessé tette az ellenfelét, hogy továbbra is támadni akart, Bion önvédelemből előkapta a saját törét és lágyékon szórta a támadóját, és azután megjelent a barátja, aki elvette Bionnak a tőrét, ő pedig egy kővel még az előbb megtámadott embert fejbe vágta. Az esetet azért ismerjük ennyire pontosan, mert a börtönakták megőrizték, és voltak is szemtanúk erre és hazarohant a nevelő apjához, ez az ígéretes tehetség, aki egyébként az egyetemen taníthatott volna, ugyanis 12 éves korától már az egyetemre járt, és a művészetek mestere címet is elnyerte ekkorra már. Hazarohant, és azt mondta, hogy írjon a gyorsan egy kegyelmi kérvényt, mert csak önvédelemből történt az eset, és önszántából elhagyta Párizt, és egy évig nem nagyon tudnak arról, hogy mit csinált, és meg is kapta a kegyelmi kérvényre a lehetőséget, hogy visszajöjjön Párizsba. De onnantól hiába akart ő megjavulni, időnként a barátok, mert menet közben bekerült a kagylósoknak a bandájába, két ilyen rablóbanda garázzálkodott, a nyúzók és a kagylósok bandája, és állítólag közéjük keveredett szegény, és amikor éppen meg akart volna javulni, akkor mindig visszarántották a bűnbe, például a navarai kollégiumnak a pénztárát is kirabolták, és Vion biztosította a helyszínt, úgyhogy olyan is történt, hogy verekedtek, ő meg csak nézte, de mivel büntetett előéletű volt, így egyre mélyebbre került, és többször börtönbe is, és egyszer-kétszer meg is kínozták. És emiatt felháborítónak érezte az igazságszolgáltatást is, a saját sorsát is gyötrelmesnek, és nagyon komoly élettapasztalatra tett szert a bűnvilágáról, illetve hogy mennyire szeretne megtisztulni. Ezért tartom különösnek a verseit, amelyek közül majd lehet, hogy egyet-kettőt fel is olvasok. Az biztos, hogy nem csak én, aki már tényleg rég érettségiztem magyarból, de szerintem azok a hallgatók sem tudhatták ezeket a történeteket, és valóban ezeket úgy meséled el, mintha nem olyan rég történt esetről lenne szó, holott Villon azért századokkal ezelőtt élő költője a franciáknak. Így van, 1431-től 1463-ig tudunk róla, mert 1463. január 3-án tíz évre száműzték Párizsból. És az is különleges, hogy milyen jelkép lehető, hiszen a származás is, és az eltűnése is kétséges, csak arról a 31-32 évről tudunk valamit. Viszont a nevelőapja már nem tanúsított érdeklődést az elződött fia iránt, és nem is hagyott rá semmit, és nem is akart tudni egy bizonyos idő után róla. Ennek ellenére én egy bűnbánó embert látok benne, egy mélyezésű embertársait nagyon mélyen szerető valakit látott, tehát ő valójában keresztény volt. És azt is írják róla, hogy nagyon sokat tudott a nyelvekről, az irodalomról, a Bibliát betéve tudta, tehát át is hatotta a szemléletét a kereszténység, illetve a bűnbocsánatban való hit, amelyet meg is gyónt időnként a műveiben úgy tudjuk. Mi a riport előtt beszélgettünk, te 41 éve tanítasz, tehát nagyon-nagyon-nagyon régóta. Hogyan látod ebben az elten több mint négy évtizedben? Most, hogyha Vionról szólt ez a bemutatóra, akkor akár maradjunk is nála. Mennyire befogadók a gyerekek egyáltalán egy 15. századi történetre, egy 15. századi francia hányatott sorsú költőre? Én úgy gondolom, hogy a gyerekek ma is olyanok, mint régen egyetlen egy szempontból, hogy nagyon fontos számukra a szeretetés fogadás viszont annyira mélyen nem lehet az irodalomról hosszú ideig beszélgetni úgy tapasztalom, mert nem szeretnek már annyira olvasni, és ez sajnos minden pillanatban minden tekintetben visszaütközik. Megvan a saját véleményük, de túl sok ingeréri őket, és tényleg túl sok felületes ingeréri őket nagyon elmélyülni egy-egy témában nem szoktak. Viszont mindenről van saját véleményük, tehát nagyon okosak ők is, nagyon sok oldalúak, de egy-egy téma mélysége annyira nem fogja megtalálni őket. De minden esetre viont elfogadják. Tehát valójában a tálalás kérdése is meg időkérdése, hogy mennyi ideje van egy tanárnak elmélyíteni egy tananyagot, mert a tanmenet sajnos uralkodik a tanár fölött, illetve azt sem veszi számításba, hogy a gyerekek nagyon szeretnének elmélyülni esetleg, vagy a tanár, vagy egy közös beszélgetés, vagy drámajáték kapcsán elmélyíteni bármit. Úgyhogy egyre kevesebb az idő, egyre több a kapkodás, és ennek a következményei nem jók. Visszakanyarodvára erre a konkrét bemutató órára, ahogy elmondtam a bevezetőmben a titulusodat, neked a szaktanácsadó, mesterpedagógus, vagy a gyakorlatvezető mi voltodból kifolyólag van az, hogy én tudom, meg szerintem már többször beszéltünk róla, hogy rendszeresen tartasz bemutató órákat, vagy ez, hogy zajlik. Igen. Nagyon szívesen vállalok bemutatóórát, mert úgy érzem, hogy ez az erősségem Egyrészt az improvizáció. Másrészt az izgalmas szituáció, hogy ezt fölveszik a kamerák, itt nem nagyon lehet javítani, viszont én nem is készítem elő a gyerekeket szinte semennyire. Maximum annyi, hogy elolvashatnak verseket, és gondolkodjál rajta, majd ott közösen kitaláljuk, hogy mi lesz. Mert ez is az improvizáció része, hogy ne csak én rögtönözzek ott, hanem a gyerek is, akkor az adott pillanatban mondja el a véleményét. Tavaly tartottam egy bemutató órát, amelynek egy címe az volt, hogy Istenes versek, az Ómagyar Mária Siralomtól Pilinszkiig. Az Érseki Palota adott ehhez lehetőséget. Gyönyörű környezetben a Szent István Televízió vette föl, tehát nagyon nézhető és minden egyes szó érthető, hiszen mikrofont is kaptak a tanulók is és én is, és ez nagyon lényeges, mert a Vion órán távolról vették fel a tanulóimat, nem volt mindenkinek mikrofonja, ezért ha valaki visszahallgatja, nem minden egyes szó Érthető. pedig a gyerekek ettől egyig mindannyian szóhoz jutottak. Én belenéztem ebbe a videóba, és pontosan igen, ez tűnt fel nekem, hogy valószínűleg, remélem nem kövez meg egy pedagógus ismerősöm se érte, de ugye nagyon sok sokszor probléma lehet az, hogy az érdeklődést felkelteni, azt fenntartani, és én az elé láttam, hogy öt percen belül a gyerekek bekapcsolódtak az órába, rögtön a művészetről kérdezted őket, ugye nyilván nem víjonba csapunk egyből bele, hanem valahogy fel kell vezetni, hogy úgy kiről, miről is van szó, és teljesen tágabb aspektusból megközelíteni. Ennek is van egy titka, hogy a, a gyerekeket hogy lehet bevonni, és interaktívá tenni egy-egy órát, és most nyilván a bemutató órát, de hát feltételezem, hogy neked minden órád ilyen. Ilyen. Érdekes, hogy rendkívül boldog vagyok ebben a szituációban, ha bemehetek órára, és ott találom ki az adott pillanatban, hogy miről legyen szó, annak ellenére, hogy nyilván sejtem, hogy hol kell tartani, de a gyerek is elmondhatja, hogy mit szeretne, vagy mit nézünk meg, vagy miről legyen szó. Tehát ő neki legalább olyan joga van, mint nekem meghatározni az órának a témáját. Ez az egyik. A másik az, hogy először egy bevezető beszélgetéssel szoktam megteremteni a figyelmet, és akkor jutott eszembe, hogy a kérdezgessem hogy mi a vélemény Mondjuk, mennyire szükséges, mennyire fontos. Ugyanis a művészet és az irodalom önismereti szempontból a lehető legfontosabb. Ugyanis pszichológiát nem tanulunk, az irodalom meg mindennél többet tud, talán még a pszichológiánál is az emberi lélekről. És akkor feldobok egy olyan kérdést, ami mindenkit foglalkoztat, és utána már rá tudom építeni összes többi kérdést. Itt a művészet után az volt a gyerekek feladata, hogy válasszanak két-három sort Villon versei közül. Pont a falódi fordítások voltak a gyerekeknél, és választottak egy olyan tetsző sort, amit meg tudtak indokolni, hogy miért tetszik. És itt végigkérdeztem az összes gyereket, és nagyon érdekes dolgokat Mondtak, hogy kihez miért áll közel. De legérdekesebbnek azt tartom, hogy földöptem egy olyan kérdést menet közben, miután ismerkedtünk az életével, egyre jobban, egyre mélyebben, hogy a lányok megismerkednének -e egy ilyen típusú férfival, illetve hogy a fiúk hogyan reagálnak erre. Most próbálok visszaemlékezni, hogy a saját magyar nyelvi irodalom tanulmányaimra, az én időmben is, és szerintem mindig is voltak, lesznek olyan tanárok, olyan pedagógusok, akik Ragaszkodnak mondjuk egy-egy műelemzésnél, verselemzésnél, a kötött, leírt szöveghez, illetve vannak azok, akik nagyon kíváncsiak, mint ahogy te is, hogy mit gondol ugye a gyerek arról, hogy mondjuk mit gondolhatott a költő. Millió meg egy dolgot gondolhatott. Valakinek vidámságot ad egy mű, valakinek szomorúságot. Tehát olyan mélységek és magasságok jöhetnek ki belőle. Pont ahogy így most a pszichológiáról beszéltünk, tudom, hogy neked fontos az ember és az ember lelki világa. Ezáltal lehet jobban elmélyíteni valakit a magyar nyelvi irodalomban, hogyha igenis ő elmondja, hogy már pedig én ezt és ezt gondolom erről a mű

Úgy gondolom, hogy ez egy ajándék, amit kap a művészet révén, és hogyha ő azon el tud gondolkodni, akkor a szemem előtt látom a fejlődését a gyereknek. Tehát elgondolkodik, és ő ezáltal meg is változik. Ezért tekintem alkotó munkának az irodalom oktatást. Egyébként nyilván minden oktatás az, de én csak ehhez értek, de ez egy alkotó munka. Tehát közösen létrehozunk valamit, tehát minthogyha minden egyes óra valamilyen szempontból művészi teljesítmény is lenne én is alkotok, de látom az alkotásom eredményét. Tehát például azt tapasztalom, hogy nyolcadikból jönnek a gyerekek nagy mellénnyel, és próbálnak elég cinikusan megnyilvánulni, mert ők valahol egy iskolában már nagyok voltak. De amikor bekerülnek hozzám, akkor két-három hét alatt ezt a nagy képűséget meg kell változtatnom, és meg kell, hogy értsék, hogy egyrészt ők itt kicsik, a másik azt, hogy a tanárt maximálisan tisztelni kell, mert a tanár legnagyobb szeretettel átadja a tudását. De ezt én olyanoknak nem adom át, akik nem tudják megbecsülni. És amikor a tanuló ezt megérti, hogy mit vár el a tanár, és kezd a nagyképűségéből visszavenni, és rájönni arra, hogy neki nyolc általánosa van, és erre még nem verheti a mellét, pedig lehet, hogy más tantájból, mondjuk informatikából rendkívül értelmes, vagy nagyon jól tud angolul. Ennek ellenére is én megkövetelem azt, hogy nagyon figyeljen és nagyon őszintén reagáljon. Őszintén nézzen szembe az irodalmi művel is, velem is, meg önmagával szembe is, és akkor a szerepek lehullanak. Amikor egy osztályt megkapsz a 9. osztályban, és már 12-ben érettségizteted őket, akkor azt a fejlődési évet, amit látsz a gyerekeknél, tehát most el tudok képzelni ilyen szituációkat, hogy aki 9.-10-ben esetleg ritkán vagy egyáltalán nem szólalt meg 12-re, már igenis konzekvens véleménye lesz egy adott műről. Tehát ki Igen. tudod belőle hozni? Pontosan így van, pontosan. Itt is volt egy gyerek ebben az órában, aki nagyon zárkózott. Alig-alig szólal meg. De egyszer az írásaiból én megéreztem, hogy van benne a zseniből valami, és elismerést kapott tőlem, ami után szívesen megszólalt, egyre bátrabban, és itt ezen az órán elárulta a Vion idejében lévő pestis járvány és a covid járvány kapcsán, hogy ő azóta lett ennyire zárkozott, amióta két éven keresztül otthon egyedül kellett lenni. És valahogy közösségben nem nagyon mer megszólalni, viszont az én hatásomra, az én órámon, el is mondja a véleményét, le is tudja írni, ügyesen is fogalmaz, nem gyermekesen, hanem nagyon, nagyon jó összefüggéseket vesz észre. Tehát itt lehet, hogy segítek a gyereknek akár a pályaválasztásában is. És az önbizalmát visszaadtam, ami menet közben valamikor eltűnt, vagy a járvány kapcsán, vagy a magány kapcsán. De kell, hogy a tanár rámutasson arra, hogy miben nagyszerű vagy zseniális a gyerek. Ugyanis ők sem ismerik tökéletesen önmagukat. A másik az, hogy én is tudom azt, hogy mennyit küzdöttem az önismeretemért. Én mondjuk mindig szerettem a színpadot, mindig szerettem szerepelni. De az, hogy az embernek mindig megfelelő önbizalma legyen, valamire támaszkodni kell. Vagy a hitére, vagy a tudására, vagy a családi környezetére, de valami biztonság kell, valami fogódzó kell. És ezeknek a gyerekeknek én ezt szeretném megadni. Mert a legmagabiztosabbnak is van olyan területe, amiben bizonytalan. Vagy hogyha nagyon-nagyon jómódú és nagyon szép is, és úgy gondolja, hogy ő ezáltal különb, akkor a részvétet szeretetet kell. Valahogy mindig erősíteni őket, de, de, nekem a vallásos múltam nagy segítség. Mert én is sokat tanultam a papoktól akik foglalkoztak velünk, amikor hittára jártam. Visszakanyarodva a bemutató orrára, nagyon érdekelne az engem, hogy egyáltalán többször elhangzott, és nyilván hogy az interakció fontosságra, az improvizáció jelentőségéről ugye már többször szó volt. Egyáltalán hogy épül fel, és kik a résztvevői? Viont, akkor Alapvetően tizedikben tanítod? Eredetileg a kilencedikes tankönyvben van ez a tananyag évvége felé, minthogy a középkor és a reneszánsz határán élő költőről van szó. De most ebben az évben átvittük a tizedikes évfolyamra. Tudni a könyveket is átírják, és mindig próbálnak csökkenteni, de nem vagyok mindig elégedett a tananyag csökkentés módszerével, de akkor is el kell végeznünk a tananyagot. Tizedikben már jobban megértés felfogja Viont, csak soha semmire nincs elegendő idő. És most ezeket a tanulókat úgy válogattam össze, hogy véletlenül megismertem két kilencedikes gyereket, akikkel a folyosói beszélgetés kapcsán megemlítettem, hogy Vionról lesz szó, láttam, hogy mennyire ügyesek, meg eredeti véleményük van, és meghívtam őket erre az órára. Holott ők még valószínűleg akkor nem is tanulták. Nem is jól. tanulták, és nem is tanítom őket. És válogattam gyerekeket 9 tizedikből 10 -ből és 11 -ből. A válogatás alapja az volt, hogy merjen megszólalni, legyen saját véleménye, olvasson át egy-két verset, 11 es tanuló is van, aki saját véleményt nagyon ügyesen meg tudott fogalmazni. Tehát végül is érdeklődők, igen, azt hiszem, hogy ez volt a válogatás alapja. Érdekelje az irodalom, kicsit ismerje Víjont, legyen véleménye és legyen bátor. A felnőtt résztvevőik voltak az órának? Az EGRI oktatási központból jöttek munkatársak, jogászok és tanárok, és a Pásztorvölgyi Gimnáziumnak egy nagyon kedves kolléganője, akit személyesen ismerek, érettségi elnököm is volt, és elhozta az egyetemistáját. És egy órán keresztül értékelték az órát, és a végén olyan jó beszélgetés alakult ki Vionról egyébként, és erről az óráról is, és egytől egyig mindenki elmondta a véleményét, és tetszett nekik, nagyon, nagyon kedvesen reagáltak, nagyon értékelték a gyerekek munkáját, meg az enyémet. Nagyon fontos egy tanárnak is, hogy szakmai szempontból elismerjék. A gyerekektől viszont évek óta megkapom azt a fokú elfogadást és szeretet, amire nekem is szükségem van ahhoz, hogy egy órát tartsak. Ugyanis szerintem ilyen érzékeny témáról, mint az irodalom, csak szeretetben lehet jól beszélni. Mondott, hogy rád kifejezetten jó hatással van a kamera, az, hogy bemutatóra, hogy látnak, hogy figyelnek, tehát nem jössz zavarba, pont, hogy téged ez inspirál a gyerekeket? Kamerák, elté. felnőttek jelenléte nem zavarja, tehát ki tudták zárni, ugyanolyan aktívak voltak mint Igen. egy olyan órán, ahol csak te vagy bent felnőttként. Nagyon tudtak koncentrálni, nagyon-nagyon ügyesen fogalmaztak, nagyon jó dolgokat vetettek föl, bátrak voltak. A lányok azt mondják, hogy ők például nem ismernék szívesen, tehát ők félelmetesnek tartják Vion személyiségét. Én vonzónak pont azért, mert ellentmondásos, a fiúk pedig azt mondták erre a kérdésre, hogy ők befogadnák-e maguk közé barátnak. Azt mondták, hogy igen, mert biztos jól lehetett volna vele beszélgetni. Tehát ők a bölcsességét vették volna át. Az ülött élet nem tetszik senkinek. Ennek viszont örülök, hogy ma a diákság nem vonzódik az üléshez semmilyen szinten, érzik a veszélyeit és távol akarják magukat tőle tartani. Ez érdekes, ugye? Mert én... 40 év alatt én találkoztam olyan gyerekekkel is, akik, akik ilyen szerettek az élet sűrűjébe betekinteni, vagy élni is azt a világot, de most egy, egy józan és egy mértéktartó fiatalsággal találkoztam. Vionnak most volt valamilyen aktualitása évfordulója, vagy bármi, ami miatt őt választottad, vagy csak a személyes szimpátiád? Csak a személyes szimpátia miatt. Hm. Egyébként választhattam volna is, az a kosztolányit és az embertagírját, a bágmánt, bárkit, vagy a vörös és feketét, amit nagyon fontosnak tartok személyiség formálás szempontjából, illetve hogy a szerelemről tudjanak valamit, vagy az embertagírjában azt tanulja meg a gyerek, hogy az emberiség történelme hogyan változik és hogyan hat az emberre vissza, vagy például a madács és a feleségének a házassági tragédiája. Az is mennyire érdekes, vagy hogyan jelenik meg egy műben, hogy hogy fejeződik ki, vagy az egyéni is tömeg viszonya, hogy a különleges ember még azok is megtámadják. Tehát Jézusnak a dolga mindig megismétlődik, hogy van egy különleges, egy nagyon jó és nagyon tehetséges ember, és hogy a közönséges emberek hogy teszik őt tönkre, vagy akarják akár elpusztítani. És ez az ember tragédiájában is benne van, de ugye mindig Krisztushoz tudunk visszatérni, mert ővel történt először, de ez ismétlődik a történelemben. Mint ahogy Pirinsky fogalmazott, hogy át meg átszövi az ő tragédiája az emberiség történelmét. Ígértél nekünk, hallgatóknak és nekem idézetet, vagy bármi olyat, ami megfog téged vinyomból? Hallhatunk most valami számodra inspiráló, vagy megfogó Igen. idézetet? nagyon szívesen. Az egyik helyen ezt írja az édesapjáról, akiről szinte semmit nem tudott. Szegény vagyok, ifjú koromtós, az apám nem volt gazdag őse, semmi sem maradt a vagyomból, melyet nem hagyott rá az őse. Itt a humort és a cinizmust tartom érdekesnek. A nevelő apjáról ezt írta. Guillaume de Villon mesteremre, ki apámnál is több nekem, szelídebb, mintha anya lenne, és én kisbabája védtelen, mentett, ha jött veszedelem, bár aggódott eleget értem, most örülök, hogy a helyen megköszönhetem neki térden. Itt a tisztelet fejeződik ki, ugyanis a Villon nevet tiszteletből vette fel az apát iránt, aki fölnevelte őt. Búcsú ballada Megáll a szegény víjon, itt lezárja testamentumát, jöjjetek el, ha temetik, s halljátok a harangszavát, majd öltsetek bíbor ruhát, mert szerelemmel küszködött, és úgy halt vértanú halált, hogy e világból költözött. A fövegére küszik, hogy szerelmei, mint kutyát űzték el, ruszíjonig, nem lelhettek bokrot se fát, hol ne őrizné cserje ágnyomát, hogy egykor ott szökött, egy-egy szafrangot legalább, hogy a világból költözött. Egy kép a végső percekig csak rongy övezte derekát, egy tüske szúrta még pedig ámori, mint a halnyakát horogtő szúrja át megát, úgy fájt, mikor belédöfött. Így történt ez a furcsaság, hogy a világból költözött. Ajánlás sólyom szép herceg nincs tovább, de tud meg között, megitta még vörös borát, hogy a világból költözött. Tehát van benne önirónia, játékosság, egy fantasztikus halálfélelem, még arról nem beszéltem, hogy a dansz makábr mennyire áthatotta a korabeli költészetet és az övét is, a dansz pedig haláltáncot jelent, ami képzőművészeti műfaj volt eredetileg, de az ő összes művében megjelenik a látóvaló rettegés, érthető módon, mert állítólag ő a szorbon mellett lakott a piros kapu közben, szemben pedig, az apró szentek temető látványa fogadta kicsikorától kezdve, és az apró szentek temető sétatér volt akkoriban, és a pestis járvány miatt rengeteg halott került oda be, gyorsan ki őket, és a hullákat kitették a temető falára száradni, hogy egy mementó-móri hangulatot tudjanak előidézni, és hogy az emberek ne felejtsék el, hogy honnan hová tartanak. Viszont nagyon bizarr helyszín volt ez, mert állítólag virázott a prostitúció, ott étkeztek és szórakoztak alatta az emberek, miközben rettegtek attól, hogy ők is erre a sorsa jutnak. És Villon úgy gondolta, hogy a halálban valóban mindenki egyenlő, az előkelő ember, az úr, a szolga, a nő, a férfi. És azt is tudni kell, hogy a korabeli Párizsban, mivel fertőzött volt a víz, mindenki burgundi-borti volt, és mindenki egy kicsit illuminált állapotban volt. Tehát egy ilyen félig öntrötlan állapotban élték az éveiket az emberek a pestisjárvány és az fárnyékában. Tehát onnan kitörni lehetetlen volt. Mert azt mondta az egyik diákom, hogy ő miért nem hagyott fel ezzel az élettel, de úgy gondolom, hogy nem tudott, nem lehetett, nem volt lehetőség ebből kitörni. Tehát hogyha valaki egyszer lecsúszik, vagy pedig szegény környezetbe kerül, vagy elissza mindenét, akkor onnan kitörni lehetetlen volt akkor. Igen, ez a korszak azért bőven a sötét középkor időszaka volt, ugye járványok, a higiénia a hiánya, akkor Vion számára ugye a személyes tragédia fiatalon, hogy mennyire megpecsételte, ugyanakkor valamelyest a munkásságát nagyjá emelte, hiszen az utókor emlékszik rá, tehát több mint fél évezred után. Mi tudjuk, hogy ki az a Vion, de valószínűleg azt, akit megsebesített, csak azért tudjuk, hogy Vion sebesítette meg, tehát ő az, a századok után is őrzi a nevét. Egyetlen egy kérdés jutott még eszembe a beszélgetés végén, mivel mondtad, hogy rendszeresen tartasz bemutató órákat, esetleg tudod-e már, hogy mi lesz a következő témában, helyszínben? Most, hogy lassacskán véget ér a középiskolai tanári pályafutásom, új feladatot nem kaptam már, Viszont szeretnék tanítani magasabb helyszínen, nagyon érdeklődő embereknek, mélyen szántó műelemző órákat tartanék. Nagyon szeretem a lírát is, a drámát is, az epikát is, talán a lira áll hozzám a legközelebb. Egyébként most legutóbb az édesannáról tanítottam a gyerekeknek, de annak is nagyon komoly a nevelési célzata ugyanis számomra az irodalom az mindig összefüggésben van az oktatással, illetve a neveléssel és a pszichológiával. Tehát az édesannában is nem azt kell megtanulni, hogyha valaki elnyom bennünket, akkor a legdrasztikusabb módon gyilkosság árán lépjünk föl, hanem mindig érvényesítsük a jogainkat, ne engedjük, hogy úgy járjunk, mint édesanna, aki nem tudta kifejezni a bánatát, nem is értette, hogy mi történik vele, amikor elnyomják, semmibe veszik, mert Kosztolány is azt mondja, hogy ha valakivel ilyen szemben sokáig embertelenül bánnak, akkor még egy kés is kevés ahhoz, hogy elégtételt vegyen. De ezzel soha nem a gyilkosságot tanítjuk, hanem az önvédelmet. Hogy a személyiségünk integritását folyamatosan védelmezni kell, mert nem csak jó indulattal találkozunk az életünk során, hanem ahhoz, hogy fent tudjunk maradni, önvédelmig ezt sokat ki kell tudni alakítani. Ennek alapja a tudás, arra alapozott önbizalom, egy tisztesség, és akkor talán bízhatunk abban, hogy a bennünket érő támadásoknak is ellen tudunk állni. Tehát a gyerekeinket is, a nagyon kicsiket is úgy neveljük, hogy életre neveljük őket ezáltal, azt sugalmazzuk, hogy ő erős legyen, és meg tudja magát védeni, és ki tudjon törni, és hogyha valami jó dolgot el tud sajátítani, akkor azt jóra fordítsa az embertársa érdekében. Mit is kívánhatnék a feltörekvő nemzedéknek sok ilyen pedagógus, mint te vagy dr. Hanisné Petróval én nagyon szépen köszönöm. Én is nagyon szépen köszönöm a lehetőséget. Nem középiskolás fokon. Dr. Hanis Népetró Valéria irodalmi műsorát hallották, melynek összeállítója és zenei szerkesztője Kónya Éva volt. Adásunkat meghallgathatják és letölthetik a szentistvánradio.hu letöltések oldalán.